utóbbi időben több problémát jelentett az, hogy egy valaki írta ki másoknak a gyakorlatát, és kiderült az, hogy egy időben egy ember csak egy gyakorlatot tud megnyitni a Zoom-ban. Utána néztünk a dolognak, és kiderült az, hogy képesek vagyunk önmagunknak megnyitni ezeket a gyakorlatokat úgy, hogy a hallgatók a Moodle keretén belül tudjanak bejelentkezni. Ennek a menet a következő. Először megnyitjuk a Moodle alkalmazást, belépünk az ITC-be. Belépés, Szeka azonosítóval. Utána kikeressük azt a kurzust, amiben a gyakorlatot, az előadást akarjuk megtartani. Én most esetünkben ugye a Pathophysiology 2 a német kurzus, illetve az angol Pathophysiology 2-es kurzus, illetve a translációs medicina 2-es kurzusba lehet bemenni. Megnézzük, például a Pathophysiology 2-be bemegyek, és itt az a lényeg, hogy kikeressük azt a hetet, vagy kikeressünk egy olyan linket, amelyik akár a gyakorlatokra, akár az előadásra mutat. Erre ráklikkelve, most a gyakorlatot nyitom meg, de teljesen mindegy, mert ugyanoda vezet mind a kettő, és megnyílik a Moodle keretén belül egy kapcsolat a Zoom applikációval. Így a Moodle és a Zoom között még megvan az összeköttetés. Tudunk nyitni egy meetinget, egy új meetinget. Az a lényeg, hogy lehetőleg ugyanolyan nevet adjunk, mint a többinek, tehát a hallgatók meg tudják találni az egyes gyakorlatokat. Egyszerűen meg lehet azt csinálni, hogy egyiket Ctrl-C-zem, tehát kopizom. A meetingnél, amikor a nevét rákérdezi a topikra, egyszerűen csak Ctrl-C-t nyomok. Én most a Gábor helyet csinálom meg, és utána kitörlöm, tehát online practice, ugye EM16-os, és a nevet is érdemes feltüntetni, mert a hallgatók sokszor nem tudják, hogy melyik csoportban vannak, tehát Gábor, ugye a saját nevünk, kökény, és a beállításoknál ugye a dátumot, illetve az időpontot be kell állítanom, most nem állítom ezt át, utána, ha amennyiben ismétlődik, és általában gyakorlatok ismétlődnek hetenként, beállítom egy hetenként, és egészen az utolsó hét egyelőre május 14-e lenne. Utána következőket kell még állítani. Ha akarom azt, hogy a hallgatók előtte is be tudjanak jelentkezni, akkor beixelem az Enable Join Before Host. Majd az Enable Waiting Roomot nem érdemes, mert oda kell figyelni, hogy a hallgatókat mindig engedjük be, ha később jöttek, akkor be kell őket engedni. A felvételt automatikusan elkezdi, nagy valószínűséggel legjobb, ha a felhőbe mentjük el. Ezt viszont szedjük ki, mert ne kelljen passwordot még külön benyomni a hallgatónak ahhoz, hogy rá tudjon kapcsolódni. Alternatív host nem kell, ha csak nem akarjuk valakivel ezt megosztani. Ezután elmentjük, és kész is az a gyakorlat, az a csoport, amit mi alkottunk. Van lehetőség így a pollingra. Letölthetünk egy CSV fájlt, a CSV fájlba megszerkeszthetjük a kérdéseket, és automatikusan beépítjük, és utána lehet editálni. Ha valaki erre kíváncsi, én meg tudom mutatni, vagy segíteni tudok abba, hogy hogyan legyen ez megszerkesztve, illetve ha valaki önkéntesen ezt megcsinálja, akkor töltse le a mintát, és annak alapján meg tudja csinálni, milyen kérdéseket szeretne felrakni gyakorlat közben. Amikor ezzel elkészültünk, visszamegyünk, és látjuk is, hogy már ott van az a gyakorlat, amit kreáltunk, és a hallgatók is meg fogják látni a Moodle keretén belül, illetve a tanárok is meg tudják látni, és a Cloud Recordingba meg is tudják nézni a felvett videókat. Tehát ez a legegyszerűbb módja annak, hogy úgy tudjunk önmagunknak csoportot alkotni, hogy a Moodle keretén belül belépők is lássák azt. Én most ezt kitörlöm.